A kora délelőtti órákban gyülekeztek a Dunát átúszni szándékozók a paksi komp kikötőben. Gyerekek és felnőttek, férfiak és nők szép számmal neveztek. Regisztrálást követően mindenkinek egy sorszám került a karjára, és paks feliratú úszósapkát is kaptak a nevezők, akik közel 170-en voltak. Ez a mai alkalom, ez gyakorlatilag a Szent István napi programok kiegészítő programja volt hosszú évekig, évtizedekig, és a Dunapartért közalapítvány Kiszli Károly nevéhez fűződött. Tavaly volt az első olyan alkalom, hogy augusztus helyett júliusban került megszervezésre ez a program. Az idén egy picit kedvezőtlen volt az időjárás két héttel ezelőtt, de annak örülünk, hogy a mai napon mégis rendelkezésünkre áll a Duna. Az érdeklődés nagy, a Duna túlpartjáról, Mohácsról és Budapestről is érkeztek úszók. A több évtizedes hagyománnyal bíró Duna átúszást tavaly 5 év szünet után bonyolították le ismét, hiszen előzőekben hol a Duna magas vízállása, hol az időjárás miatt nem lehetett úszni. Ezúttal minden ideális volt a július 13-áról elhalasztott napon. Haz András szinte minden alkalommal csobbant az elmúlt évtizedekben. Most 10 perces limit időt adott magának az idei teljesítésre. Amikor gyerekek voltunk, akkor volt az első alkalom, hogy a tilosban átúztuk. Aztán utána megpróbáltuk mindig a augusztus 20-ai rendezvényeken hivatalossá tenni a dolgot. Soha nem jelentett problémát a Duna átúszása, nem is készülök rá, mert én úgy gondolom, hogy aki érez magában biztonságot az úszása vonatkozóan, az beugrik a másik oldalon, bármikor át tudja úszni. Tehát a Duna anyánk vigyáz ránk. Igazándiból az örvényekre kell odafigyelni és a sodrásra. Tehát amit elmondunk majd a másik oldalon, hogy a sodrást hogy kell figyelembe venni és mit kell megcélozni a túlparton, a középen levő búja fölött kell átúszni, és akkor nem jelenthet gondot. A regisztrálás lezárása után a túlpartra komp szállította a résztvevőket, akik között 4 év körüli volt a legfiatalabb, de 72-ök is akadtak. A 21 fokos Dunába Géderlaknál merültek az úszók, akik érkeztek az ország minden szegletéből. Úszók sokasága szelte a habot, akiknek a biztonságára a vízirendőrök és kísérő hajói mellett búvárok, önkéntesek, orvosok vigyáztak. Egy megtermett 18 éves vízilabdás legény 100 halombattáról jött, mint kiderült, 4 éve egyszer már kipróbálta magát. Mindig is kötődött a vízhez, hiszen 12 éve vízisportot űz, ide is az edzőtáborból érkezett. Édesanyámnak van egy nagyon régi osztálytársa, által kerültünk ide, ők paksiak. Ők hívtak meg évről évre, hogy jöjjünk úszok át a Dunát, majd 14 évesen ez meg is történt, átúsztam először. Azután a lévő években is nagyon szerettem volna, de ugye utána 3 éven keresztül elmaradt, majd tavaly nem tudtunk eljönni sajnos módon, így hát idén újra kerül rá a lehetőség, hogy ezt megpróbáljam. Ilyen kihívások elé nézel, hogy érzed? Most szeretnék így az élmezőnyben, hogy mondhatjuk így, teljesíteni, megpróbálok magamból mindent kiadni, ezt majd meglátjuk, hogyan sikerül, hisz nekem már az edzőtábor elkezdődött, egy kicsit fáradt is vagyok, de megpróbálok magamból mindent kiadni. Taps fogadta a túlpartról érkezőket. Elsőként Bihácsi Bence ért partot a hírt közbe, ahol Szabó Péter polgármester és a szurkolók várták. Emléklapot és pólót kaptak a résztvevők.